És ebben a pillanatban a Ferencvároshoz kerül a 2020-as Magyar Kupa, hadd szóljon, és kérek mindenkitől egy nagyon-nagyon-nagyon köszönöm tapsot. A Magyar Kupa győztes. Ötméteresekkel dőlt el a férfi vízilabda Magyar Kupa döntője, amely után a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Fradi emelhette magasba a kupát. 3 másodperccel a rendes játékidő letelte előtt még vezető szolnok játékosai érthetően csalódottan vették át az ezüstérmet, a zöld-fehér játékosok arcáról azonban le sem lehetett törölni a mosolyt. Bár a 2 ötöst is hárító fogás Somának, a döntőben kiemelkedően játszó Vámos Mártoniról majdnem sikerült az éremceremónia kezdetén. Rendben van, Vámos Márton, kicsit leütötted itt az ünnepéskát. Láttam, látomás is. Remélem rendben van, kicsit a szemébe benyúltam, hogy jöttünk kifelé. De most úgy gondolom, hogy ez a legkisebb problémája, és most tud másra koncentrálni ő is. Fogásom a neve már összefonódott a megnyert 5-ös párbajokkal. Az FTC Telekom kapusa mégsem a legnagyobb nyugalommal állt a lövések útjába. De ez nem lehet hozzászokni belülről. Gondolom kívülről is a szurkolóinak, mi nézőinek sem. Nem akartuk, azért beszéltük pont a meccs előtt többen is, hogy nem szeretnék 5-ös párbajt megint, mert már annyi volt az elmúlt időszakban. De igen, mert ha rendel lőtt volna, az még jobb lett volna. Hát örülök, hogy így alakult, és én ilyenkor mindig azt mondom, és most is ezt fogom mondani, hogy szerencse azért mellettem volt. És ami nagyon fontos, az, hogy elemekbe kell lőni, és úgy gondolom, hogy ez sokkal nehezebb belőni 5 méteres, mint kivédeni. Nem tudom egyébként, hogy hányadik, megmondom őszintén, most nyilván most egy percek után már ki tudnám számolni, de már annyi volt, és talán ez is segített nekem is, meg a csapatnak is, hogy van egy kis 5 méteres párbaj rutinunk. Bár igaz, a szolnokkal is vívtunk még évek ezelőtt, de azóta azért ez a szolnok átalakult, úgyhogy ez is egy olyan tényező, ami minket segített. Az utolsó másodpercekben az egyenlítő gólszerző Kálai Márk júniusban elköszönt a Fraditól. Zalánki Gergő sérülése miatt azonban mégis maradt, így részese lehetett az újabb kupa győzelemnek. Leírhatatlan érzés amúgy ez, mert ugye, ahogy te is említetted, már volt egy búcsúzkodási periódusom a Fraditól, aztán az élet úgy hozta, hogy mégis maradtam. Ezért azt az interjút, amit akkor elkészítettek velem a Fradival, ellapolták a leadását, úgyhogy most update-elni is kell. Nagyon örülök neki, hogy csupa pozitívummal kell majd kiegészíteni azt a cikket. Itt a Margit szigeten nyerni, ráadásul pont egy olyan mérkőzésen, ami előtt a Tibiről emlékezett meg az egész vízilabda társadalom, ez nagyon felemelő érzés, és ugye nekem ez a karrieremnek a vége, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon kerek és szép történet az enyém, és hát ez nem rólam szólt, hanem Ferencvárosról. Ez csak egy külön sztoria az enyém benne. Nagyon örülök, hogy ezekkel a srácokkal ennyi mindent megnyertünk, mert nagyon jó emberek, és nagyon nagy az összhang közöttünk, ezért tudtunk minden kupát megnyerni, amióta itt vagyok igazából, meg ők még előtte is, még mielőtt jöttem, úgyhogy büszkék lehetnek magukra a játékosok és a klubvezetés is. A Fradi meg a helyén van, és a helyén is marad sokáig. A Ferencváros győzelmének értékét növeli, hogy 2 alapembere, Varga Dénes és Zalánki Gergő nélkül szerezte meg zsinórban a 10. trófeáját. Ez biztos, hogy a többi csapatnak is nagyon jó üzenet, hogy 2 kezdőjátékosunk, igazából ezt kimerjen mondanom, egy teljes kezdőjátékosunk és meghatározó játékosunkról van szó, akik most már nem tudtak játszani. Tehát mutatja a csapatunknak az erejét, hogy nélkülük is, még egy ilyen meccsen is, ahol végigfutottunk az eredmény után, még a végén meg tudtuk fordítani, és aztán még egyenlíteni tudtunk, ugye 3 másodperccel, vagy nem is tudom mennyivel a vége előtt. Ezek mind olyan dolgok, amik azt mutatják, hogyha visszajönnek ők ketten, akkor elképesztő dolgokra képesek leszünk szerintem. Hogy mikre lesznek képesek, az a jövő zenéje, ami biztos, vasárnap este még várt rájuk egy kis ünneplés. Ja, hát most az biztos. Egy jó vasárnap estét itt Budapesten 11-es boltzárással meg lehet húzni. De ez így van rendjén ebben a
ebben a vírusos helyzetben, úgyhogy a szabályokat nem fogjuk áthágni. Köztes!